Sok szeretettel köszöntünk benneteket Nyíklat Lázán a Eskimo Indián játékokon két év után újra. És megkérem Tóth Balázs polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Kökény Roland olimpiai bajnokunkat itt Nyíklátházán. Örülök, hogy ismét találkozhatunk. Sok szeretettel köszöntöm a sportegyesületeket, versenyzőket, edzőket, vezetőket. Nagy öröm számomra, hogy Nyíklátháza egy ilyen rangos esemény helyszínűről szolgálhat. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a rendező Vizitrap sportegyesület vezetésének, sportolóinak és a mögöttük álló nagyon komoly szülői közösségnek, hogy ezzel a rendezvényel is tovább öregbítik mind a saját maguk, mind Nyíklátháza városának jó hírnevét. Nem is szeretném túl sokáig húzni az időt a megnyitóval. Én esőmentes, sportszerű és küzdelmes hétvégét kívánok nektek. Engedjétek meg, hogy az egyik kedvenc idézetemmel engedjem útjára a versenyzést. Az 1924-es olimpián az amerikai evező csapat aranyérmes tagjának tulajdonítják a következő idézetet, amiből én nagyon gyakran merítek erőt, ezt kívánom és üzenem nektek is. Bízzál magadban, sokkal többet tudsz, mint hinnéd. Jó versenyzést! Köszönöm, hogy meghallgattak! Üdvözlöm Rajnai Tibort, a Nyíklátházi Vizitrap Egyesület vezetőjét. Tőleg kérdezzük, hogy pontosan mi ez a rendezvény. Ez egy regionális kajakkenu verseny, az a neve, hogy Eskimo Indián játékok. Ez a Kökény Roland Akadémiának a rendezvénye. Az országban 6 helyen zajlik egy időben, ebből az egyik itt zajlik Nyíklátházán, 140 résztvevővel, 140 résztvevő gyerekkel. Honnan jöttek a gyerekek? Egészen Szolnoktól. Szabolcs-Veresmart, az a legészakibb rész, ahonnan érkeztek gyerekek. U8 és U12 korosztály, tehát 8 évestől 12 éves korosztályú gyerekek érkeztek hozzánk. Már ma megkezdődnek a versenyek? Igen, ma megkezdődnek a versenyek. A kicsiknek akadálypálya lesz a strandon, illetve a kicsit nagyobbaknak húzóckodás és célbadobás, és holnap pedig futás, és abból rögtön a futás után a beérkezés és sorrendben evezés. 2, illetve 4 kilométer evezés. Beszélgessünk már egy kicsit az egyesületről. Hány gyerek jár most önökhöz? Egyesületünk pillanatnyilag körülbelül 40 gyerekkel dolgozik. Azért mondom a körülbelül, mert vannak azért kibejáró gyerekek, akik hol jönnek, hol nem. Akikkel versenyre stabilan járunk, az egy ilyen 15 fő. Milyen korosztály, bocsánat? Szintén U8-tól egészen a legidősebb gyerekünk most 16 éves, nem 17. 17 éves a legidősebb. Büszkén mondhatom, hogy magyar bajnokkal rendelkezünk már az évben, illetve a múlt héten a Szegedi Európa-bajnokságon gyerekbetétfutamban az egyik kisfiunk 12 évesek között régiós négyesben ült be és második helyet szereztek. Tehát igazán mondhatom, hogy eredményesen dolgozunk, mert nagyon ügyesek a gyerekeink. Milyen elfoglaltságot jelent ez, ha valaki szeretne jelentkezni az egyesületbe? Aki csak szabadidő szerint szeretne, tehát szabadidősportolóként, az egy héten kétszer-háromszor szokott lejönni. Aki viszont már úgy dönt, hogy versenyezni szeretne, azelőtt nyitva állunk, tehát heti 6 edzés, nyári időszakban pedig heti 10 edzést is be tudunk iktatni, tehát meg tudjuk csinálni ezeket az edzéseket. Szükség is van rá, hiszen a magyar kajakkenu azért világhírű. Én szeretettel gratulálok az eredményekhez, és sok sikert a versenyhez. Köszönöm szépen, és remélem minél többen látogatnak majd, illetve minél több nyíklátházi gyerek jön kajakozni hozzánk. Igazán nagyon örülünk, hogy a mi kisvárosunkban Nyíklátházán üdvözölhetjük Kökény Rolandot, aki olimpiai, világbajnok és Európa-bajnok magyar kajakozó, igazán büszkék vagyunk önre, és szeretném megkérdezni, milyen minőségben van most itt? Hát én most itt a akadémia névadójaként vagyok jelen. Bardóczi Krisztián, a akadémia menedzsere, ő szervezi ezt az eseményt a helyi egyesülettel karöltve.
De már nem először vagyok itt, már voltam, volt már itt 2 éve ugyanez a verseny, és közben voltak itt ilyen népszerűsítő események, ahol természetesen ugyanúgy jelen voltam. Hát ön is kicsiként kezdte, ugyanígy kezdte, mint ahogy itt a nyéki gyerekek? Hát én még hamarabb kezdtem, nekem édesapám kajakozott, és én már 2-3 éves koromban, én már otthon a fürdőkádban kajakoztam, volt apumnak egy körülbelül 1 méteres, vagy még lehet, hogy annyi se, egy kis kajaklapát, és én azzal lapátoltam a vizet a fürdőkádból, ki anyum legnagyobb örömére, mert eláztattuk az alattunk lévőt. Nyilvánvalóan laikus létemre elképzelni sem tudom, hogy mennyi munka áll a mögött, hogy a fürdőkádból az olimpiai aranyére még jutott. Mi az, amit tanácsolna esetleg most a gyerekeknek? Hát ez a sportág a kitartásról szól elsősorban, az alázatról. Hát és hogy mennyi munkát tettem bele? Hát én vagy 4-szer megkerültem a földet a kajakkal. Nekem több mint 200 000 kilométer benne van a kajakomba. Hát akkor igazi példakép lehet a gyerekeink számára. Az milyen érzés, hogy most itt van és látja ezt a sok kis apróságot? Jó érzés, hogy egyre többen vagyunk, és hiába van ilyen rossz idő, rengeteg gyerek van, és ez jó a jövő szempontjából, hogy a sportágunk életben tud maradni, és szeretik a gyerekek. Hát ez sok sikert kívánok, és köszönöm szépen! Köszönjük!